Rajtra készen a lányok a nyíregyházi Bóbita bölcsődében. Most még rendes nyitvatartás szerint várják a gyerekeket az intézményben. Július 18-ától azonban a 9 önkormányzati intézményből 6-ban bezárnak. Addig a Katica bölcsőre ad ügyeletet. Augusztus 1-től pedig a Ne felejts bölcsődébe vihetik a szülők a gyerekeket. Azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei nem tudják ellátni a felügyeletét a két hetes zárvatartás ideje alatt, azoknak a gyerekeknek ügyeletes bölcsőde biztosítja a számukra az ellátást. Szülővel ilyenkor kötünk egy új megállapodást arra az időszakra, és ez időszak alatt a gyerek egy új bölcsődében vesz igénybe az ellátást. Föllepattognak a trambolinon a gyerekek az Eszterlánc északi óvodában. Az intézményvezető azt mondta, idén 4 hétre zárnak be a 34 önkormányzati óvodában. Úgy szervezik, hogy június végétől 1 hónapra az egyik fele, majd július végétől a másik fele áll le. Arra is figyelnek, hogy az ügyeletes óvodákban a megszokott óvónők és dajkák várják a gyerekeket. Úgy szoktuk szervezni a nyár folyamán, hogy azokból az óvodákból, ahol a gyerekek óvodái zárva vannak, óvónénik, dajkanénik, pedagógiai asszisztensek átjönnek abban az óvodában, ahol nyitvatartás van, hogy még komfortosabban érezzék a gyerekek magukat. Megy a Libikóka a Mátészalkai 4 évszak óvodában. A városban egységesen augusztus 8-ától 2 hétre zárnak be az óvodák. Erről már február közepén tájékoztatták a szülőket. Erre az időszakra 2 tagintézményben várják a gyerekeket. Ilyenkor a létszám mivel lecsökken? A városrész 2 helyén van óvoda nyitva. Jelen esetben a Kikelet tagóvoda fog működni, és az Eszterlánc tagóvodánk. Ez azért is nagyon jó, mert nem okoz gondot a szülőknek a gyermekek óvodába hordása. Mátészalkán eddig csak nem 200-an jelezték, hogy kérik az ügyeleti elhelyezés az óvodákban. Augusztus 21-től a megye összes óvodája nyit, mert kezdődik a 2016-2017-es nevelési év.